Csáknél Nagy Katalin vagyok, és szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, a kollégáim és a magam nevében is. Különbözőek vagyunk, de van bennünk egy közös pont, hogy kondorosiak vagyunk, és kondorosiként mindannyian kiveszük a szerepünket a közösségi életből. Műhelyünk november óta ismét működik, szépül, és a pandémiás időszak alatti korlátozások enyhülésének köszönhetően a vendégül tudjuk látni önöket. Szeretném felkérni Závogy Amandolna, a ügyvezető asszonyt, hogy mondjon pár szót jelenünkről és a jövőbeli tervekről. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg, ahogy a Kata mondta, hamarabb tervezte a műhely dolgozói azt, hogy ebbe a közösségben megismertettik azokat a fajta terveiket, amiket ők azért hosszú távon gondolnak kondoros vonatkozásában. Ami miatt azért a lányok kezdeményezték ezt a fajta együttlétet és megbeszélést is, nagyon fontos, hogy ilyen kis közösségben, és azt mondom, hogy egy hétig be van osztva minden kultúrás közösség gyakorlatilag kondorosan, itt a nagycsaládosoktól kezdve a kertbarátkörön át, tehát minden olyan kis közösség, aki szerintem kondorosan valamilyen módon hozzátesz a városnak az életéhez. Nagyon fontos azt hangsúlyozni egy kis közösségi szinten. Amit már több alkalommal, akár a műhely dolgozói régebben a János irányításával tettek, azok mindenbe az irányba mutattak, hogy az, amivel ők foglalkoztak, az főként ifjúsági területnek a megszólítása, főként kis közösségekkel, 3-5 fős, 8-10 fős csoportokkal való foglalkozás. Mi hiszünk abban, hogy a magyar nemzet vonatkozásában ezek a kis csoportok, hogyha meg vannak erősítve a saját érdeklődési körülménynek megfelelően, legyen ez galambászkör, bélyeggyűjtő vagy éppen numizmatika, akkor lesz erős a magyar nemzet. Tehát semmi esetre sem olyanban gondolkodik ez a közösség sem, mint azért tudni kell mindenkinek, hogy Magyarország most jelen pillanatban 1740 ilyen közösség van. 1740 településen van jelen pillanatban egy nemzeti művelődési intézet, és 2000 főt foglalkoztatunk. Pontosan annak a célnak az érdekében, hogy azok a kis közösségek újra megerősödjenek, másrészt pedig életre hívta ez az egész pandémia helyzet, mert minden kis közösség azért szétesett. És az, hogy újra aktivizálva legyen, ez azért ebből a szempontból egy szerencsés találkozás. Hál' Istennek a kormányzati intézkedéseknek úgy néz ki, hogy az a fajta terv, amit mi már, hát én már 20 év óta dédelgetek, a Lezsák Sándorral, a fiúk lányok itt 2015 óta bekapcsolódni tudunk kondoros vonatkozásában, amennyiben az egyházközség is úgy gondolja, hogy ehhez méltónak találja ezt a közösséget, abban a népfőiskolai hálózatban, amelyet ez évtől 2,5 milliárdos nagy projekttel indít maga a kormányzat. Azt tudni kell róla, hogy a kormányzati terv az, hogy legalább 500 településen járási szintű népfőiskola működjön, és ezt a járási szintű népfőiskoláknak pont az a lelke, hogy a kis közösségeket szólítja meg. Tehát újra kell építeni a magyar nemzetet, újra kell építeni a magyar társadalmat kulturális vonatkozásban, és csak a kis közösségek által tudjuk ezt, és ugyanehhez a programhoz én szeretném, mint lokálpatrióta kondorosi, visszaadni most már a településnek azt, amit én kaptam akár 30-40 éven keresztül, és hogyha az egyházközség is, és a közösség is úgy gondolja, akkor azt a fajta visszaadást, ami az én részemről érkezik, akár a településnek, vagy az én kapcsolatrendszerem által, akkor mi tudnánk abba partner lenni, és úgy gondolom, hogy az önkormányzattal együttműködve ezt egy jó lehetőségnek tartanánk, hogy ez a 100 éves iskola épületbe, akár egy nagy népfőiskolai hálózatba bekapcsolódva tudnánk ezt a tevékenységet gondolosan is megvalósítani. Amiben mi gondolkodtunk, és az egy kicsit hagyj világítsak rá, hogy az országban ez hogyan működik. Az országban ez úgy működik, hogy aki ebben a népfőiskolai hálózatba be akar kapcsolódni, az általában önkormányzat, általában egy önkormányzatnak az intézménye, egyház mindenféleképpen, vagy civil szervezet. Tehát akivel mi partnerségben, mint Nemzeti Művelődési Intézet megvalósítjuk ezen az 500 településen ezt a programot, ezen 4 intézmény közül kerül. Azért is nagyon fontos, mert hogy ez azért egy központi helyen van. És ahogyan itt az önkormányzat már megtette azokat a lépéseket, amivel ez egy gyönyörű gyöngyszem lehet itt a település központjában, szerintem nagyon jó alakul így a városkép is ehhez viszonyítva. A Lezsák elnök úrra és a püspök úrra úgy döntöttünk, hogy ha az egyházkerület
jóváhagyását adja, akkor egy olyan megoldást csinálnánk, mint a Lezsák Sándori lakiteleken, ott pedig úgy szól a dolog, hogy az a Szeged Csanádi Egyház püspökség tulajdona, az a 36 hektár, ahol a Nemzeti Művelődési Intézet is helyet foglal, és gyakorlatilag egy 50 éves szerződése van a Szeged Csanádi Egyház püspökséggel, az, hogy a lakitelep alapítvány az, aki az egészet kezeli, és az, aki a feladatellátást elvégzi, és minden, ami legyen az állami vagy magánberuházás ezen azon a területen, az gyakorlatilag marad az egyház, vagy a Szeged Csanádi Egyház püspökségé. És ezen gondolat mentén gondoltuk azt, hogy ha már gondolos, akkor legyen egy kivételezett helyzet, és akkor a Nemzeti Művelődési Intézet lenne az, aki partner lenne ebben a haszonkölcsönszerződésben az egyház vonatkozásában. Itt a tulajdonos nem a Szeged Csanádi Egyház püspökség, hanem az egyházkerület, a település egyházkerület. És gyakorlatilag, hogyha ezt a közösség elfogadja, akkor egy ilyen 50 éves megállapodáson a Nemzeti Művelődési Intézet szerintem méltó garancia arra, hogy itt egyrészt minőségi munka lesz, másrészt pedig, hogy olyan pénzeket tudunk azért ide forrásként adni, ami azért egy kivételezett helyzet. Nekem ez a kérdés nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy több év óta készülök arra, hogy mi az, amit tényleg, aki ismer, azt tudja nagyon jó, hogy 16 éven keresztül azért én a Kondoros kis közösségeiért nagyon sokat tettem, és nagyon sokat tettünk együtt. Mind a nagycsaládosokkal, mind az egyházzal, mind egy csomó szervezettel, és mindaz, amit elindítottunk, azt gondolom, hogy még ennek a gyümölcsét meghozhatja még az én életembe. És hogyha ebben tudunk együttműködni, akkor én látom a lányokon azt a fajta potenciált, és azt a fajta irányt, és azt a fajta minőséget, amit én most szívesen átadom a tudásommal, vagy az intézeti tudással. Körülbelül erről szólna az a fajta hosszabb távú jövő, amiben mi gondolkodunk. Ezt az fontos megemlíteni, hogy kb. 500 millió forint lenne az a fajta elképzelés, amit mi annak idején 2015-ben Jánosékkal együtt elindítottuk. Tehát a mai ára már teljesen más, mint ami a 2015-ös ár. Ezért, hogy amennyiben az egyházközség megadja a bizalmat ennek a megállapodásnak, akkor az idén már tudnánk indítani ennek az épületnek a felújításával. Arra már megvan a Nemzeti Művelődési Intézetnek a pénze. Az első körben a teljes tetőszerkezetet ki tudnánk cserélni, és 6 közösségnek tudnánk klubhelyiséget biztosítani a tetőtérben, illetve ezt a termet is tudnánk úgy biztosítani már, hogy a lányok utána felköltöznének, és utána ennek a felújítása zajlana. Én azt gondolom, hogy ha amennyiben ezt a bizalmat megkapjuk, akkor jövő év tavaszára ennek van reális esélye. Fontosnak tartjuk azt, hogy az egyházkerület gyakorlatilag egyfajta együttműködés, a több éves együttműködés van a nagycsaládosokkal, és ha már itt a klubhelységek kialakításra kerültek, akkor mire oda jutunk, hogy a nagyobb beruházás része, addigra ők is helyet tudnának itt kapni, és minél több gondolosi közösség az a célunk, hogy itt helyet kapjon. Az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozni kell, hogy ez nem az önkormányzati kötelezően ellátandó közművelési feladat, ez teljesen másfajta típusú feladat, és polgármester úrral is egyeztettünk az ügyben, hogy hogyan tudunk különböző együttműködéseket generálni. Ez egy mintaprojekt, tehát a névfőiskolai hálózat kialakítása ezen az 500 településen, ez egy teljesen újfajta módszertani munka nekünk is szakembereknek, de természetesen, mivel hogy képzett szakemberek lesznek, mert a hölgyek járnak a Nemzeti Művelődési Intézet középfokú képzésére, és van, aki már is végezte, a Zsuzsiék. Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy egy jó együttműködéssel a város javára nagyon szépen lehet ezt a kétfajta feladatot adni. Ha körülbelül ezek a tervek, így állunk mi most össze, ez nem kis dolog szerintem a település életében, sem a közösségek életében, mert hát nem minden nap kerül a testület semmilyen döntési helyzetbe, úgyhogy erről biztos így beszélni kell. Köszönöm szépen. Az, hogy felújítunk egy épületet, és aztán ott áll üresen, az nem igazán jó. Tehát én azért újítjuk fel, hogy szépüljön, épüljön, hasznossá váljon. Tehát ez a nagyobbik haszon itt, hogy nem csak, hogy felújítjuk, hogy hú, de jó, gyarapodott a vagyon, aztán itt áll megint üresen, hanem az, hogy végre, hiszen mindig is iskola volt ez, 1902 óta folyamatosan, persze, hogy a háborús helyzet, meg utána az államosítás ezt megakasztotta, de hát 2009-ben aztán ugye újra zeneiskola működött, utána megint egy kis időszak, vagy hosszabb időszak, és utána a műhely,
önkéntes műhely újra birtokba vette. Tehát mindig is a közjavát szolgálta, nem csak egy kis közösségnek, hanem kulturális téren is. A névfőiskola olyan szabad művelődési intézmény, amely a társadalom megjobbítására irányul azáltal, hogy tagjai műveltségi színvonalát emeli úgy, hogy személyiségformálást végez. Mindezt egy egész életen át, melynek során a résztvevőket nem kényszeríti anyagi teherviselésre. A Népfőiskola továbbá a szabad művelődésnek olyan sajátos intézménye, amelynek nincs előre meghatározott tananyaga, mert az éppen az aktuális kérdések, problémák megoldása jelenti a társadalmi és a személyes élet területén egyaránt. A népfőiskoláknak tehát a 21. században is van létjogosultságuk, a helyi sajátosságoknak megfelelően kell megfogalmazni annak tárgyasult igényeit, a konkrét igényeit. Tehát persze, hogy van, mindig is a közjava, a közművelődés, a szabad művelődésnek az van igény rá. Az kell, az tovább kell vinni. Megtalálva a mondjuk is a helyi igényeket, sajátosságokat. Funkció legyen, hasznosítva legyen, jól legyen hasznosítva. Épüljön, szépüljön, gyarapodjon, nem csak maga az épület, hanem a lelkiség is. Hogy miért is jó ez, kinek is jó ez? Hát a közjön, mindenkinek jó. Úgyhogy én a magam részéről támogatom ezt az elképzelést. Két nagy haszna van, egy anyagi, a másik pedig lelki, erkölcsi, szellemi értelmi haszna. És ez a fontosabb, hiszen hosszabb távon mégis az, hogy anyagi, most úgy gyűjtögetjük a vagyont. Hát nem az a lényeg, nem a vagyont kell gyűjtögetni, hanem a bennünk lévő jót kell kiaknázni, továbbadni örömmel, hogy más is jobbá váljon. Tehát ez már ugye a keresztény vonatkozása. Köszönöm szépen, én át is adom a szót a többieknek, akik még szólni fognak, vagy szót kapnak. Kedves ügyvezetőasszony, tisztelt Gábor atya, kedves meghívottak, kedves nézők, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a szép, jeles, örömteli alkalmon, és mondhatom azt talán, hogy számomra egy nagy öröm, amit most itt hallottam. Én bízom abban, hogy ezzel valamennyi gondorosi így van, akik most jelen vannak, akik hallottak új terveket, hallottak jövőbe mutató célokat, és bízom abban, hogy a kedves televízió nézők is, akik így követik nyomon majd ezt a kis megnyitót, olyan értékes információkról hallanak, ami új, és felcsigázza az érdeklődést, hisz örömteli ez az esemény mindenféleképpen, és örömteli az, amit ügyvezető asszony felvázolt, hogy mi várható a városban, milyen új dolog fog születni a városban. Ketté választanám a dolgot úgy azon gondolatmenet mentén, ahogy Gábor atya is tette. Van ennek egy építészeti, városképi része is, ami nem elhanyagolandó és nagyon örömteli számunkra, hogy a város központjában megújul az az épület, megújulnak azok az épületek, amelyek már több mint 100 éve itt állnak a településen. Tehát egy értékmentő feladat is ez egyben, ami el fog készülni. Nyilvánvalóan egy más megjelenésben, egy mai és modern megjelenésben fog ezt tündökölni majd a jövőben. A másik vonulat pedig az, hogy milyen munka fog itt zajlani. A Népfőiskolán, és ahogy visszamutatok ismételten Gábor atyára, milyen szépen elmondta, hogy mi is maga a Népfőiskola, és hogy milyennek a lelkisége, és hogy milyen közösség összetartó munkát fog végezni, amire azt kell, hogy mondjam, hogy talán van is szükség a településen. Én mindig azt szoktam mondani, amikor szóba kerül, vagy egyáltalán helyi közösségi életről, civil életről beszélünk, én mindig azt szoktam mondani, és büszkén szoktam azt mondani, hogy hála Istennek gondorosan aktív a civil élet. Sok szám szerint sok civil szervezet van, vannak ugyan kevésbé aktívak, vannak nagyon aktívak, akik viszik a közösséget, hátukon viszik az egész közösségi létet, és a szívükön viselik a városnak a sorsát, és ezért úgy összességében én azt szoktam mondani, hogy egy
Kis nyüzsgő és pezsgő civil élet van a településen, de azt gondolom, hogy foglalkozni kell ezekkel a civil szervezetekkel. És ezek tapasztalat az, hogy ezeknek a civil szervezeteknek, ezeknek a kis közösségeknek, vagy ügyvezető is asszony is elmondta, a névfőiskolának az a célja, valamint most a műhelynek a tevékenysége is az, hogy a kis közösségeket szólítsa meg, és velük foglalatoskodjon. Ezért fontos az, hogy ezek a kis közösségek fel legyenek karolva, hisz, ahogy az előbb említettem, saját tapasztalat az, hogy akár a szintér az, hogy valahol össze tudjanak jönni, és magukénak érezzék azt a helyet, azt a helyszínt, ez sajnos hiányzott az elmúlt időszakban, és talán egy picit hiányzik most is a városból. Bár épült egy gondorosért alapítvány kivitelezésében épült évekkel korábban, már lassan szerintem 10 éve is a integrált közösségi és szolgáltató tér, de mindenki így ismeri, hogy IKST, ami szintén közösségi terekkel rendelkezik, de önmagában a közösségi lét és talán az, amiért ez létrejött, az valamiért nem működik úgy, ahogy. Én bízom abban, hogy azért ez a jövőben be fog tudni kapcsolódni abba a közösségi vagy közösségfejlesztési hálózatba, ha fogalmazhatok így, amit várnánk Gondoroson, és akkor ez így remek lesz. Ügyvezető asszony szót ejtett róla, valamint a felkérésben is úgy fogalmazódott meg, illetve úgy kaptam felkérést, hogy én mondjak egy pár gondolatot arról, hogy hogyan ítélem meg a műhely jelenlegi munkáját. Azt tudjuk, hogy mi volt, most mi van, és hogy hova tartunk, és a város közművelődési feladataihoz hogyan kapcsolódik ez egybe. És ahogy ügyvezető asszony utalt erre, nem egymás ellenségei vagyunk, nem is veszünk soha egymás ellenségei, és nem is a célközönségért fogunk versenyezni, hogy akkor az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait ellátva magához ragadjon olyan gondoros csoportokat, amit aztán nem fogunk kiengedni ide, hanem pont az a lényeg, hogy más célcsoport, más a feladat, más teljesen a profil, és azt gondolom, hogy ezért párhuzamosan, egymást kiegészítve, és egy szimbiózisban fog ezt tudni együttműködni, aminek így is kell, és ez lenne a feladata. És akkor a legfontosabb ebből azt gondolom, hogy mindennek a haszonélvezői a gondorosi polgárok lesznek, és kell, hogy legyenek. Ők nem fogja kisajátítani az enemi sem, a műhely dolgozói, vagy a későbbi névfőiskola magának a célközönséget, hanem ő adni akar gondoros közösségének, és ugyanígy tesz az önkormányzat is, és ez a partnerség, én azt gondolom, hogy ez jól működő lesz, és ezért mindent meg fogunk tenni, hogy ez jól működjön. És ha már a partnerségről beszéltem, akkor fontos azért azt megjegyeznünk, és fontos kiemelnünk, illetve nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy itt azért egy nagyon előremutató és üdvözlendő partneri kapcsolat alakult ki a katolikus egyházzal, hisz egyházi tulajdon az, ahol ez meg fog valósulni. És Gábor atya jól elkapta a lényeget, amikor a vagyonkezelő rákérdezett, hogy mi is lesz ennek a haszna. Hát az, hogy valóban itt megújul egy épület, és azért megújul, megszépül egy épület, ami valóban anyagilag is nem utolsó, de talán ettől a belső lelkisége az még inkább előremutató és több. És akkor még amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy ügyvezető asszonynak egy nagyon nagy köszönetet mondjunk, és megköszönjük azt a lokálpatrióta munkát, amit azért Gondorosért végzett még évekkel korábban, ahogy utaltál rá, míg Gondoroson civil szervezetekben te is aktívan tevékenykedtél, majd későbbi munkád során, amikor tehetted, azért Gondorosra mindig odafigyeltél, és azért most sincs ez másként, hisz talán mondhatom, hogy vigyázó szemeidet Gondoroson tartod, és ennek mindenféleképpen örülünk. A város haszonélvezője lehet, és köszönjük szépen neked ezt a munkát, és a partneri együttműködést részemről, amíg
én vagyok a város polgármester, én ezt biztosítom, és szeretném is, hogy tényleg a kondorosi polgárok legyenek ennek a haszonélvezői. És még annyit szeretnék elmondani, hogy amikor fejlesztjük a várost, fejlődik a város, nem csak infrastruktúrálisan, hanem akár a közművelődés terén, az mindenféleképpen egy előremutató dolog, hisz az önkormányzat sem, mikor egy-egy fejlesztést megvalósít, nem magának csinálja, hanem a helyi közösségeknek, a helyi polgároknak csinálja, a városnak csinálja, a jövőnek csináljuk, és azt gondolom, hogy ez itt sincs másként. Itt is még egyszer ismétlem magam, hogy a kondorosi polgárok lesznek mindennek a haszonélvezői. Én tájékozódtam arról, hogy milyen, most egy picit visszakanyarodunk a jelenbe, jövőt megismertük, most a jelen, hogy azért a műhely munkássága is nem elvéve a kenyereteket, mert ti fogjátok elmondani, de azért egy picit tájékozódtam arról, hogy milyen programokkal készülnek, és nagyon színes, már most az erre az évre vonatkozóan is nagyon kecsegtető programtervet állítottak össze a lányok, amit nagy tisztelettel köszönünk, kondoros polgárai nevében, és így végezetül azt kívánom, hogy sok egészséggel végezzétek a munkátokat, sikerüljön az, amit elterveztetek, és valamennyi gondorosi polgárt megelégedésére végezzétek mindezt. Köszönöm szépen! Végül, de nem utolsó sorban kollégáimmal pár szóban szeretnénk bemutatni, hogy honnan indultunk, hol tartunk most, és mik a jövőbeni terveink. Át is adnám a szót Runyecné Pacári Zsuzsa kolléganőmnek. Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném én is bemutatni önöknek sok szeretettel ezt a prezentációnkat. Kialakulásunknak története 2014 nyarán fogalmazódott meg, a helyi fiatalok a piac téren gyűltek össze, ahol eleinte kisebb körben töltötték szabadidejüket. A rossz időbe köszöntekkor szerettek volna egy fedett helyet találni maguknak. A keresés eredményes volt, hiszen rátaláltak a római katolikus egyházhoz tartozó régi épületre, a Mahács iskolára. Ez adott nekik egy biztonságos otthont. Fiatalok önkéntesek segítségével sikerült felújítani az akkori ifjúsági önkéntes közösségfejlesztő műhelyt. 2014. szeptemberében három fő kulturális, közösségi munkás kezdte meg a feladat ellátást. Elindítottunk kezdeményezéseket, célunk az ifjúság megszólítása, de minden korosztály számára biztosítottunk lehetőséget. Tartottunk babamama klubot, médiaklubot, néptánc oktatásunk volt, gerinctornát, társasjátékfoglalkozás, anyáknapi kézműveskedés, és nem utolsó sorban, amire méltón büszkék voltunk, és vagyok a hímző szakkörre. A mai napig több generációból álló aktívan működő közösségünk. Munkájuk eredménye, újraöltünk, örökítünk, kiállítás keretein belül került életre. Továbbiakban szeretném bemutatni a tematikus napjainkat. Családi kerékpártúra, Szent Iváni jéj, bábcsoportunk volt, honfoglalás, családi nap, házhoz megy a Mikulás, és az IÖKM egyéves születésnapját. Ezt is szeretném pár szóban kifejteni önöknek. Nagy lelkesedéssel vágtunk neki a szervezésnek, gyermekek és felnőttek egyaránt részt vettek a programunkon. Volt gofrisütés, kitbox, néptánc bemutató, és a nap végén egy tábortüzes, zenélős szalonnasütéssel zártuk a programot. Ezután egy kisebb szünet következett a műhely életében. Most átadnám a szót kolléganőmnek, Keller Pankának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A kormány támogatásának köszönhetően a Nemzeti Művelődés Intézet 2000 fő felső és középfokú szakirányú közművelődési szakember képzését és foglalkoztatását indította el 2020. november 1-én egy éves időtartamra. Ezen program keretén belül kondorosan három fő is csatlakozott ehhez a foglalkoztatáshoz, és kezdte meg az említett felújítási folyamatokat. Rossz állapotban találtuk a helyiségeket, és alapos tervezés után kezdtük el a munkafolyamatot.
Elsősorban lomtalanítással kezdtünk, alapos átgondolás után döntöttünk a régi eszközök hollétéről. A lomtalanítást követően elkezdtük a falak tisztasági festését, mivel az épület belmagassága elég magas, így nem volt könnyű feladatunk, de sikerült megcsinálnunk. Egy szép barna árnyalatot választottunk, mely harmóniát teremt, megnyugtató és a természetességet szimbolizálja. Miután a falak új szint kaptak, a padlózatra fektettük a hangsúlyt. Három termünk is új linoleumot kapott, próbáltunk olyat választani, amely harmonizál a falakkal. Az irodát megfontoltan rendeztük be, 6 asztallal, székekkel és szekrényekkel, melyben igazán jól telnek a hétköznapok. Szerettünk volna egy minikönyvtárat is, mely mára már kompletten elkészült. 9 könyves polcot szereltünk össze, melyeket különböző témájú könyvekkel töltöttünk meg. A régi vágyunk volt egy konyharész kialakítása az épületben, mely nagy örömünkre most meg is valósult. A konyhabútort egy kedves felajánlónak köszönhetjük. A teljesség elérése érdekében új függönyeket varrattunk Módné Zsuzsa varrónővel, melyek gyönyörűek lettek és szintúgy összhangot teremt az egész épületben. Miután a beltéri feladatok elkészültek, a külső körletterep rendezése következett. Volt egy félig lebontott épület és egy romos melléképület, melyek lebontásra és eltakarításra kerültek. Ezt követően új kerítést építettek a régi helyére. Gépi erő segítségével a fás bokros területek megtisztítására került a sor. Első programunk a Húsvétot az ablakba címet viselte, melynek célja a vírushelyzet alatt a lakosság kimozdítása a szabadba, illetve az, hogy a kreatív oldalukat is megmutassák a városuknak. A családok együtt díszítették ki az ablakaikat, ezt követően útra keltek más kidekorált ablakait is megcsodálni. A benevezett ablakoknál pecsétgyűjtő pontokat találhattak, így 2 túraútvonal rajzolódott ki, melyeket felváltva és együttesen is teljesíteni lehetett. A második megmozdulásunk a Tégy egy könyvet, Védj egy könyvet nevet viselő program volt, melynek célja a költészet napja alkalmából a közösségi szellem terjesztése, valamint az, hogy a lakosság változatos ismeretekhez juthasson, emellett környezetvédelmi szempontból is jelentős, mert így nem dobják ki a számukra már feleslegessé vált könyveket, hanem új gazdákra találnak. Egy faházikóban könyvespolcokat helyeztünk ki, melyeket pár könyvvel, kvízekkel, a gyermekeknek pedig színezőkkel töltöttünk meg. Ez az akció egy héten át tartott, rengeteg könyv cserélt gazdát, és jó volt látni, ahogy megállnak a házikó előtt beszélgetni, könyveket cserélni a lakosok. Köszönöm szépen a figyelmet, átadnám a szót Brackner Jessica-nak. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A digitalizációs munka, amely az én feladatom, február óta folyik a műhely falai között. Olá Péter instrukcióit követve kezdtem meg a munkát, kezdetben egy laptoppal. Nagyjából 2 hónapon keresztül DVD-ket digitalizáltam. Ezeken a felvételeken látható több évnyi betyárnap, iskolai rendezvények, imahetek, megemlékezések és még több érdekes emlék Kondoros 2000-es éveiből. A DVD-k után egy profi felszereléssel és VHS digitalizálóval kezdhettem el a VHS kazetták digitalizálását, amiken egészen a 80-as évektől vannak felvételek a 2000-es évek elejéig. Ezek a kazetták hosszabb időt vesznek igénybe, akár 2-3 óra is lehet egy-egy VHS kazetta. Ezeken a felvételeken láthatjuk családtagjainkat, vagy akár magunkat is, és felidézhetünk velük egy-egy jó emléket a régebbi időkből. A fiatalabb generációk beleláthatnak szüleik fiatalkorába, és megtudhatják, hogy zajlottak a 90-es években a rendezvények. Már nagyon sok érdekes és izgalmas felvételt láthattam, de még közel sincs vége a pár 10 éves időutazásnak. Most pedig átadom a szót Demcsákné Nagykat a kolléganőmnek. Én az egyik folyamatban lévő programunkkal szeretném folytatni az előadást. A Madarak és Fák Világnapja alkalmából kerékpártúrát szerveztünk Kondoros belterületén, mely a hét péntekig tart. Nevezetes helyszíneink környezetében pecsétgyűjtő dobozokat helyeztünk el, melyeknél egy rövid ismertetőt is olvashatnak a túrát teljesítők. QR-kódos meglepetés játékkal készültünk, melyben ismeretet gyarapító kvízkérdéseket teszünk föl minden pontnál. Udvarunkban a gyermekek színezőt, a felnőttek pedig papíralapú kvízkérdéseket találnak. Közeljövőben 5 szakkör elindítását terveztük, a gyöngyfűzés, mézes kalács készítés és kosárfonás hagyományaink ápolását segítik elő. A kézi öltések varróműhely fejleszti a kézügyességet, az idejárók megtanulhatnak különböző bábokat, dekorációs elemeket elkészíteni. A gasztroszakkör Prohász Kabéla részvételével valósul majd meg, terveink szerint július hónapban 5 egymást követő vasárnapon keresztül előjelentkezés alapján lehet majd részt venni rajta.
Tematikus családi napok keretein belül a hagyományőrző napunk célja a népi mesterségek megismertetése a lakossággal, ahol interaktív foglalkozások keretén belül ezt a lakosság, ami szimpatikus, neki ki is próbálhatja. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves foglalkozások megszervezésével szeretnénk elősegíteni a közösségi összetartozást, az alkotás szeretetét. A mártonnapi mulatság pedig kitűnő alkalom a népszokások és régi hagyományaink ápolására. Szerez örömet, adománygyűjtő projektünkkel pedig szeretnénk szebbíteni az ünnepet a hátrányos helyzetű kondorosi családok számára. Eszközeink is folyamatosan bővülnek, hamarosan két tagból asztallal leszünk gazdagabbak, amelyek majd színesíteni tudják kültéri programaink is. Ez a megnyitó pedig legyen ennek a közös otthonnak az ünnepi asztala, amelyet mindannyian körül ülhetünk, hogy elősegítsük a településen élő közösségek összekovácsolódását, a kultúra fenntartását. Köszönjük szépen a figyelmet!